Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és ez nem más, mint a sminkjeim gorcső alatt sorozatomnak az utolsó része. Igen, jól hallottátok, ez lesz ennek a sorozatnak most az utolsó része, ugye én pont tavaly januárban kezdtem el ezt a sorozatot. Ennek a sorozatnak ugye az volt a lényege, hogy minden hónapban kiválasztottam néhány fókusz terméket, amit jobban napról napra a hétköznapokban is teszteltem, és erről a hónap végén természetesen beszámoltam nektek. Minden hónapban igyekeztem a hó végén egyébként egy ilyen készüljelvelem videót is összerakni, az adott hónapra kiválasztott termékekből. Ugye elérkeztünk a decemberhez. Én arra gondoltam, hogy december hónapban annyira speciális, hogy milyen sminkeket készítünk, hiszen itt van az ünnepi időszak, ilyenkor egészen más termékekhez nyúlunk. És az az igazság, hogy én most idén úgy vagyok vele, hogy nem szeretném magam ebben a hónapban így bekorlátozni. Ha zöldet szeretnék hordani, zöldet fogok, ha bordót, akkor bordót, hogyha lilát, akkor lilát. Így erre a hónapra most nem szeretném megkötni a kezemet úgymond sminkelés terén. Úgyhogy ebből adódóan én nem szeretnék most decemberre új sminkeket válogatni, hanem ez a novemberi úgymond kiértékelés lesz végül is az utolsó része ennek a sorozatnak. Viszont, hogyha érdekelnek a sminkes tartalmak, akkor ne felejts el feliratkozni a videóra, hiszen hetente kettő, így ebben az időszakban igyekszem akár három videót is felrakni. Illetve, hogyha szeretted ezt a sorozatot, akkor kérlek, nyomj egy lájkot erre a videóra, ebből fogom tudni, hogy érdekelnek téged is az olyan jellegű tartalmak, amiben nem mindig csak a legújabb, legfrissebb smink termékeket használjuk vagy mutatjuk be. Nagyon fontosnak tartom, és a csatornám elindítása óta nagyon fontosnak érzem, hogy ne csak olyan tartalmakat tegyek ki, amiben folyamatosan a legújabb és legfrissebb sminktermékeket használom, hiszen azt gondolom, hogy egy sminknek, egy jó sminknek egyébként az igazi értéke az akkor tud megnyilvánulni, hogyha szépen a mindennapokban szívesen örömmel használjuk őket, és ez bizony csak akkor derül ki, hogyha teszem azt akár hónapokig vagy heteken keresztül használunk egy adott sminkterméket. Úgyhogy én igyekszem a csatornámon folyamatosan ilyen jellegű tartalmakat is mutatni nektek, természetesen. Amellett, hogy mivel imádom a különböző sminkeket, ezért különböző új termékeket is szoktam nektek bemutatni. De hogy mi is lesz a jövője ennek a sorozatnak, azt még pontosan nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy szeretnék valami hasonló tartalmat jövőre is hozni nektek. Erről majd szerintem a 2021-es terveimet bemutató videóban fogok nektek beszélni. Na, de csapjunk is a lovak közé, és nézzük meg, hogy novemberre milyen termékeket választottam, és milyen tapasztalatom volt velük. Induljunk is az arcra termékek közül. Ugye két ilyen nagyon enyhefedésű alapozót, vagy hát színezett arckrémet, illetve igen, egy nagyon kis fedésű alapozót választottam. Ezek közül én nagyon megkedveltem az Essence-nek ezt a színezett arckrémjét, ezt a Hello Good Stuff nevezetű arckrémet, ami a 10-es light árnyalatban van meg nekem, úgyhogy ezt továbbra is nagyon szívesen fogom használni. Viszont nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi legyen ezzel a body ugyanis az a helyzet vele, hogy... Szép eredményt lehet vele elérni, csak ez egy melós alapozó. Ezért aztán nem olyan szívesen nyúlok hozzá a hétköznapokban, és egy eléggé világos árnyalata van meg, pedig ez az F8.5-ös árnyalat, és még, még mindig egy picit világosnak érzem, tehát így nagyon rá kell melegítenem, úgymond a bronzosítóval, hogy ne tűnjek ilyen egészen fehérnek. Úgyhogy az az igazság, hogy én azt érzem, hogy nem igazán tudom kihasználni jól ezt az alapozót, pedig nem egy rossz termék, Úgyhogy én ezt most tovább fogom valakinek ajándékozni, már meg is van, hogy kinek ajándékozom tovább, és remélem, hogy ő sok szeretettel és örömmel fogja tudni használni. Ami teljesen új termék, és most használtam ebben a hónapban először, ez az Evelyn Cosmetics-nek, ez a banán púdere, ez egy ilyen porpúder, és gyerekek, ennek hihetetlenül balán illata van. Egyébként nagyon-nagyon szép bőrképet ad, tehát nagyon szerettem, viszont nem igazán tartós, vagy hogy mondjam, tehát tartós, de van olyan púderem, ami ennél sokkal jobban fixál. Egyébként most így télen-ősszel ez azért így teljesen belefér, nyáron ez azért kevés lenne nekem fixálásra. Ugye nekem kombinált bőröm van, tehát a tévonalam azért az ki tud zsírosodni. Átugrom most itt a túloldalra és a következő termék, amit mutatnék nektek, ezt is most próbáltam ki először, ez a Catrice-nek, ez a Holiday Skin sérum Bronzere. Egyébként ezt a szérum bronzosítót, illetve az Essence arckrémet, valamint az Evelyn-nek ezt a banánpúderét, és a Vibónak ezt a Classior Sassy palettáját, ezt használtam egy készüljel velem videóban, úgyhogy azt ott meg fogjátok tudni nézni, be fogom nektek valahova ide linkelni. Na, de térjünk is vissza erre a Holiday Skin bronzosítóra. Ez egyébként egy ilyen nagyon finom kókusz illatú, kókuszvizet tartalmazó bronzosító, és nagyon érdekes, nagyon szép egyenletesen lehet felvinni egyébként a bőrre, úgyhogy ez egy nagyon érdekes termék, én így nagyon szívesen használom, ha nem is minden nap, de egyébként tényleg egy ilyen nagyon szép, meleg tónust tud adni a bőrnek. Azt írja egyébként magáról, hogy önmagában is lehet használni, vagy ugye az alapozó alá, vagy az alapozóba belekeverve. Én azért így önmagában hát egy picit így erősnek érezném, vagy hát úgy furán néznék ki vele, de én alapozó alá használtam, és úgy tényleg nagyon szép, nagyon szép színe van. A következő termék, amit kipróbáltam, az a Makeup Obsessionnek ez a krémpirosítója, pirosítója, ez a Siena Blush nevezetű pirosító. Ez egy nagyon szép ilyen rózsaszínes pirosító. Ilyen eléggé hideg árnyalata van, de én ezt télen abszolút szeretem. Megkedveltem ezt a folyékony pirosítót. Annyi, hogy vigyázzatok vele, mert jól fel kell rázni, mielőtt elkezditek használni. Ugyanis nekem az első, hát nem is tudom, két-három napban, na akkor jól meg is ijedtem. Tehát az első két-három napban, akkor ugye itt szétvált valahogy egy ilyen vizes, olajos rész, illetve maga a pigment, de utána szerencsére szépen összekeveredett. Vigyázni kell vele, mert jó erős, úgyhogy szépen óvatosan kell felvinni. Még egy pirosítót próbáltam, és ez nem más, mint a Lavinak, ez a Let It be pirosítója, ez ugye ez a új ilyen kis méhecskés kollekciójuk, erről, illetve a szemfesték palettáról, és a kollekcióhoz tartozó highlighterről készítettem már egy videót, azt be fogom nektek ide valahova linkelni, úgyhogy meg tudjátok nézni, ha még nem láttátok. Ez a pirosító nagyon szépen hozza a lábli pirosítóknak a minőségét, van egy enyhe ilyen kis édeskés méz illata. Én abszolút szeretem a Lovely-nak ezeket a pirosítóit, úgyhogy én ennek örülök, hogy megvettem és kipróbáltam. Nagyon szép ilyen korálos árnyalata van egyébként. És ha már Lovely pirosító, akkor nézzük is ezt a Lovely méhecskés palettát, ami valami eszméletlenül szép. Tényleg, hogyha gondolkozol ezen a palettán, akkor tényleg jó szívvel tudom ajánlani, hogy nézzétek meg akár ezt a videót, amit készítettem erről a két-három termékről, ebből a kollekcióból, mert ez egy gyönyörű paletta. Mutatok is néhány szvacsot nektek róla, mert ezt nem lehet megunni ennek a szvacsolását. Tehát ez az arany valami elképesztő. Ez egyébként, na, hát mindjárt látjátok. Szóval ez, ez így néz ki. És szerintem ez valami tényleg gyönyörűséges, ez a kicsit sötétebb arany árnyalat, szerintem jobban használható azért így a hétköznapokban, ez meg valami, szóval, hogy elképesztő, tényleg Úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a palettát megvettem, és itt van a gyűjteményemben, hihetetlenül puhák, krémesek a szemfestékek belőle, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitív kis paletta volt nekem így ebben a hónapban. Ha már így a mézes árnyalatoknál tartunk, akkor ugye kiválasztottam a NYX-nek ezt a Butterscotch nevezetű, Butterscotch karamell nevezetű szemfestékét, de az az igazság, hogy ezt valahogy így, így nem használtam így ebben a hónapban, pedig ugye ez lett volna a cél, hát szegény most így a háttérbe szorult. Amit viszont használtam, az a RILAV revolution ez a kis ecsib nevezetű palettája, ugyanis én szerettem volna egy picit így tesztelni ezt a RILAV nevezetű márkát, ugye ez a revolution egy ilyen leányvállalata, vagy egy ilyen Revolution-nek egy márkája, ami kifejezetten olcsó termékeket árul, és az az igazság, hogy számomra egyébként voltak nagyon pozitív dolgok ebben a palettában, és volt, ami nem annyira pozitív, ami pozitív volt, hogy nagyon szépen pigmentáltak ezek a szemfestékek, ez a sötétbarna, valami elképesztően szép, nagyon szép ilyen hideg minket lehet vele csinálni. Itt belenyúltam, úgyhogy azért van rajta ez a kis lyukacska. Viszont, hogyha megnézitek ezt a palettát, ez nagyon-nagyon sötét paletta, tehát, hogy én ezt azt gondolom, hogy inkább egy ilyen kiegészítő palettának lehet jól használni. Ami nekem egy picit ilyen, hát talán negatívumnak mondható, az az, hogy a fényes színek, Látszik, hogy fényes színek, de azért nem az a nagyon ütős, fényes árnyalatok. Mondjuk megmutatom ezt a kettőt nektek belőle. Szóval, hogy van fénye, de, de azért nem az az őrület a szemhéjra felrakva, úgyhogy ezt inkább a mat színek miatt érdemes megvenni, hogyha érdekelnek ezek a hideg-barna árnyalatok. Maga a textúrája egyébként ezeknek a festékeknek ezért inkább egy kicsit a porolósabb és ilyen szárazabb formula, de egyébként szépen fel lehet vinni, nem foltos, egyenletes szín felületeket lehet vele kialakítani, úgyhogy szerintem árérték arányban jó ez a kis paletta. Aztán a következő paletta, amit teszteltem, és annyira, annyira szerettem ebben a hónapban, ez a Vibo és Stizio-nak a Classior Sessi nevezetű palettája. Na, ezzel a palettával is csináltam már egy külön videót, úgyhogy azt is be fogom nektek linkelni. Szuper ez a paletta, tehát annyira jól kiegészíti ezeket a nude színeket, ezek a nagyon erős ilyen szinte ilyen neon árnyalatok, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jól kihasználható paletta. Nekem ez ugye a Halloween Mystery begemben volt benne, de a Vibó azért nem egy drága márka, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan paletta, ami szerintem abszolút megéri a pénzét. Arra az egyre érdemes figyelni, hogy a fényes árnyalatokat, azokat újbegyel érdemes felvinni, mert ecsettel nem igazán tudja felvenni ezeket a festékeket. És akkor maradt még négy rúzsunk, illetve négy szájra való termék. A Rival Loves ezeket a szájfényeit Szalai Csengénél láttam, és hihetetlenül szuperek. Szóval én nagyon szerettem egyébként ezt a színt, és ez nem más, mint a 04-es Foxy Red, de mutatok is nektek belőle egy swatchot, hogy lássátok. Tehát egy, ez nekem egy olyan szín, amit így nagyon szépen lehet szerintem a hétköznapokban is hordani, vagy hát nekem legalábbis egy picit ugye ilyen pigmentáltabb a szám, illetve a börtónusom is olyan, hogy nem vagyok egy ilyen nagyon hófehérke típus, tehát hogy nekem ez egy nagyon szuper árnyalat a hétköznapokra, hihetetlenül tartós, úgyhogy ez egy nagyon szép kis termék, én nagyon örülök, hogy megvettem. Aztán nagyon különleges szerintem a Revolutionnek a Simpson családdal készített ilyen kollaborációja, vagy hát közös kis kollekciója. Ez ugye a Donut Hat Homer ilyen lipkit volt, amiben van egy ilyen egészen hideg, barna színű folyékony rúzs és egy hozzátartozó szájfény. Egyébként ez a szájfény, ez nem egy ilyen őrületesen fényes szájfény, de azért szép fényt ad ennek a folyékony rúzsnak. Maga ez a folyékony rúzs tartós, azért nem a legtartósabb formula, úgyhogy ezért egy picit így tud kopni, de nekem nagyon-nagyon tetszik a színe, úgyhogy, úgyhogy én ezt igazából ezért szeretem hordani. Egyébként azon meglepődtem, hogy ezek mind a kettőben összesen 3 ml van, tehát hogy ezek ilyen kis picike termékek. És az utolsó termék, még amit így próbáltam ebben a hónapban, az a Vibónak, ez a kis rúzsa, ami egy ilyen fényes rúzs. Na most ezzel nekem az a problémám, hogy gyönyörű árnyalata van, na ez nem probléma, tehát hogy elképesztően szép, Viszont nekem ez nagyon világos. Tehát én ezt önmagában nem tudom használni, hanem csak valami rúzsra ilyen topperként. Tehát például most így az is lehet, hogy ezzel a szájfénnyel szépen össze tudnám kombinálni. Tehát ez önmagában nekem nagyon furán áll, tehát gyönyörű pedig ez az árnyalat. Na, hát ezek voltak tehát nekem a novemberi tapasztalataim. Remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a sorozatot. Én nagyon élveztem így ebben az évben ezt csinálni, és hónapról hónapra kiválasztani az új fókusztermékeket, tesztelgetni őket, aztán elkészíteni róla a videót, és elmondani nektek, hogy szerettem vagy nem szerettem az adott terméket. Én ezt egy nagyon jó dolognak tartottam, hogy így át tudtam nézni tulajdonképpen a kollekciómat, és így nem maradt semmi használatlanul ebben az évben. Nagyon kíváncsi lennék, hogy jövőre is szeretnétek-e valami hasonló sorozatot látni, mondom, nem pont ebben a formában, hanem valahogy kicsit újraöltöztetve szívesen készítenék még ilyen videókat, hogyha titeket is érdekel. Ha van Instagramotok, akkor nézzetek el az Instagram oldalamra is. Mindig elfelejtem mondani videóban, de egy pár hónapja elkezdtem Instagramra is feltölteni különböző posztokat és tartalmakat, úgyhogy ha érdekelnek a sminkes dolgok, vagy bőrápolással kapcsolatos dolgok, illetve oda egyébként a könyvekről arról, hogy éppen mit olvasok, mit szeretek, Arról is szoktam tartalmakat megosztani, úgyhogy ha érdekelnek ezek a dolgok, akkor mindenképp néz be hozzám ott is, és remélem, hogy itt is hamarosan találkozunk. Sziasztok!